Idén is megrendezik a víziváros egyik legsikeresebb eseményét, a Kölyök Juniálist. Az immár 10 éves hagyományra visszatekintő rendezvény mindig nagy népszerűségnek örvend a családok körében, szívesen érkeznek a programra más városrészekből is. A Juniális új helyszínre költözik idén. Azért is jó, mert a szülők is jönnek, tehát itt azért egy olyan kavalkád van, ami jó a gyerekeknek, jó a felnőtteknek, és új színhelyen lesz most ez az egész, azért is, hogy egy kellemesebb környezet legyen, nem tűzőnapon, hanem a zöld fa téren, tehát ezt, ha valaki még nem tudná, az a vízivárosi iskola és a vízivárosban lévő spár közötti nagyon szép árnyas tér, amit szintén 2011-ben alakítottunk így ki önkormányzati segítséggel. A programon a székesfehérvári közszolgáltatók is bemutatkoznak. A gyerkőcök játszva tanulhatnak arról, hogyan zajlik a mindennapi munka egyebek mellett a városgondnokságnál, a szépőnél vagy a tűzoltóságnál. Emellett pedig számos koncert és játék várja a kicsiket. Hagyományos program elemei is vannak. Egy pitypan koncerttel indul a haddelhad, és utána pedig az óvisoknak a óvis 10 próba, ugye mivel 10 éve kezdtük a rendezvény, most már minden évben egyel több próbát kell teljesíteniük, így az óvis 10 próba lesz idén a következő program, és mindezek mellett óriás játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, és különböző gyerekeknek szóló tesztekkel, feladványokkal készülünk. A szerdai sajtótájékoztatón kiderült az is, hogy idén is lesz palacsinta péntek, amelyet az iskola kezdés előtti utolsó pénteken, vagyis augusztus 30-án rendeznek meg, szintén Vízivárosban.